Videón, ahogy a pedofiliával gyanúsított férfit elfogják a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A felvételek Győrben készültek, hétvégén tette nyilvánossá azokat a rendőrség. A nyomozók szerint az elfogott férfi az interneten egy csevegő alkalmazáson keresztül kínált valakinek pénzt azért, hogy egy fiatalkorú fiút szerezzen neki, akivel szexuális kapcsolatot létesíthet. Az interneten egyre több veszély leselkedik a fiatalkorúakra és a gyerekekre. Ezt a bíróságokon is tapasztalják, ugyanis folyamatosan nő az olyan ügyek száma, amiknek gyerekek a sértettjei és az interneten követnek el. Tolna megyében a győrihez hasonló esetek ritkák, az internetes zaklatások viszont egyre gyakoribbak. Ezt mondja a szexuális törvényszék szóvivője. Ennek vannak súlyosabban minősülő esete is. Zaklatás például az, ha nem csak háborgatja, és nem csak esetleg idegesíteni szeretné a sértettet és a mindennapjait megakadályozni, hanem meg is szeretné félemlíteni a vádlott vagy a terhet, és ezáltal olyan kifejezést használ, mond neki, ír neki, SMS-ben, e-mailben, telefonon közöl olyan dolgokat a sértettel, amely félelemkeltési célzatúak és alkalmasak arra, hogy a sértett megijedjen. Ilyen esetben, vagyis ha szándékosan kelt valaki félelmet másban, akár 2 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat. Szintén gyakorta tárgyalnak olyan ügyeket a bírók Tolna megyében, amiknek előzményeként a vádlottak aktképeket szereztek a fiatalkorú későbbi áldozataikról, majd ezekkel a fotókkal zsarolni kezdték őket. Ha a vádlott tudja azt, hogy ezen a felvételen, ezen a pornográf jellegű felvételen, tehát akár ruha nélküli intim felvételeken 18. életévét be nem töltött sértettek vannak, és ezeket a felvételeket valaki már önmagában azáltal, hogy megszerzi, bűncselekményt követel, a gyermekpornográfia büntetét követi el, amely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény. Ha pedig az ilyen tartalmakat valaki nyilvánosságra is hozza, akkor akár 8 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.